Sziasztok, Annusné Tanács Mónika vagyok, Moncának hív mindenki, ezt nyilván nem tudhatjátok, mert eddig csendben voltunk. Um, nagyon hosszú útat jártunk be, és um, azt gondolom, hogy az elején kezdtem, amikor megkért engem Csongám Szuni, hogy tartsak egy kis beszédet, akkor nagyon megijedtem, de igazából rengeteg minden van benne, nagyon sok mondani való van. Integrál akadémiások vagyunk, amit szintén nem tudhattok, mert ugye nem beszéltünk. Uh, az elmúlt három év az nekünk nagyon nehéz volt. Az Integrál Pszichológiai Akadémia az egy nagyon komoly önismereti út, amellett, hogy lelki segítőket képez belőlünk, kis pszichológusokat. Rengeteg önismeret volt, aminek az utolsó lépcsőfogaként nekünk kötelező eljönünk egy tíznapos elvonulásra. Az, hogy nekiindultunk ennek, illetve innentől kezdve saját nevemben beszélek, én ahogy nekiindultam ennek, a fogamat húzták. Nem, nem akarok több önismeretet, nem akarok a démonjaimmal találkozni, egyáltalán nem szeretnék elvonulni, semmit nem szeretnék. De ez kötelező volt, enélkül nem kapunk papírt, úgyhogy így muszáj volt eljönnünk. Felhívott a Moncsi <laughs> csoportásom, hogy megtalálta, hogy hova kell jönnünk. Szeptemberbe kell a papír, utolsó lehetőség. Nincs más. Augusztus 17-27 ez van. Mondtam, hogy biztos, hogy nem, én nem akarok elvonulni, nem szeretnék ide jönni. Megnéztem a weboldalt, akkor ott végképp, én biztos, hogy nem kellek 3 óra 40-kor, kizárt, hogy itt leszek, nem fogok közösen darmaterembe aludni, biztos, hogy nem. Na, nyilván eljöttünk, és még idefele úton is ment ez, hogy figyelj, csináljunk egy fotót. Elküldjük a fotót a Bencinek, itt voltunk, menjünk a Balatonra, tényleg. Tehát van Tóti alibink, tíz napig nem keres minket senki, kipihenjük magunkkal, nem kell, nekem ez nem kell, tényleg nem kell. És hát ide érkeztünk, és Kinga fogadott bennünket óriási szeretettel, tényleg, meg ebéddel. És akkor leültünk az első meditációra. Ákost énekelgettem közben, meg bonanza ment a fejembe. Néztem a madarakat, hogy áh, de tényleg, tiszta, úram is kiszámoltam, hogy 80 meditáció. Néztem a falon, a szobában, a leánylagba, hogy nincs, tényleg senki nem rajzolt meg ilyen ezeket, mint a börtönbe, hogy áthúzzuk ötös Nem tudtam eldönteni, hogy a napokat írjam, vagy a meditáció számát írjam. Hogy ez biztos, hogy nem. És akkor másnap, vagy három óra, negyvenkor keltünk, megint éreztem, hogy ah, ezt tényleg Miért, miért kell? Aztán a másik nagyon nagy pont az étkezés, az első étkezésünk volt, amikor leültünk, és ugye megtanították nekünk a ceremóniát, gyilkos pillantást vetettem a csoporttársaimra, hogy ezt kitaláltak egy idejelünk? Hogy, hogy tényleg ki akarta ezt? hogy tényleg, tehát, tényleg nekem meg kell ennem, meg kell innom? Meg. Ez, ez biztos, hogy ezt kész. Úgyhogy itt telt igazából az első két napom, hogy végigvekengtem az egészet magamban, és tényleg kerestem a kedvenc zenéimet, amik megmentenek ettől a világtól, hogy valami legyen, nem szeretnék mélyül, nem akarom ezt az egészet. Aztán egyszer egy ebéd utáni másfél órában kifeküdtem egy magamba, és ott valami megváltozott. Tehát ott feküdtem, és azt éreztem, hogy olyan, mintha valami búra lenne. Néztem a felhőket, ezeket a felőket tartja valami búra. Itt van valami búra, és kezdtem érezni, hogy itt valami más, itt valami jó. És elhatároztam, hogy abba hagyom ezt az ellenállást, ezt a vekengést, nézzük, mi jön, mit hoz a világ, mit hoz az itt lét. És kezdtem magam jól érezni, és elkezdtem észrevenni, hogy a meditációk alatt nem ákost éneklek, hanem elkezdtem mantrázgatni ott magamban. És a hagymát, ugye én vagyok a hagymalédi, a hagymát is úgy pucoltam, hogy gáti, 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 Tehát, hogy azt is így szeltem, hogy észrevettem, hogy valami bekúszott a bőröm alá, bekúszott az agyamba, és hogy igazából itt tök jó lenni. Hogy ez itt jó, teljesen jó. Aztán nyilván jöttek a szörnyű átfájások, tehát hogy minden, nagyon hullámvasút volt ez az egész tíz nap. Már tapasszal jöttem le, és aztán megint egy ilyen szigorúan csendes, nem beszélgetünk, hagymapucolás közben kaptam egy szenzációs ötletet, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy engedjen meg ezt a fájdalmat, ne álljak ellen, ne mozduljak ki belőle, nézzük, hogy mit hoz. És kipróbáltam, és aznap végültem mind az 50 percet, az összes 50 percét, Ugye ez egy délelőtti hagymapucolás volt, tehát akkor onnantól kezdve még legalább négyet ültünk, igen. És végig bírtam az összeset ülni, és tényleg elmúlt a fájdalom. Tehát egyszer csak azt vettem észre, hogy ez tényleg működik, ez nem fáj. És nem biztos, hogy attól volt, hogy nem mozdultam ki, hanem egész egyszerűen megint csak nem ragaszkodtam valamihez, ami ez egész addig ragaszkodtam, mert tök jó volt azt gondolni, hogy ez nekem nagyon rossz és nagyon fáj. Úgyhogy onnantól kezdve elkezdtem szépen meditálgatni, és kaptam a tanításokat. Nagyon-nagyon sok mindent viszek haza. Gondolkodtam már, hogy a Bencinek, aki az Integrál Pszichológiai Akadémia vezetője, mindenképpen meg fogom írni, hogy nem is nagyon tudom megfogalmazni, talán a koronája volt ez a tíz nap ennek a három évünknek. Tehát enélkül ez nem teljes, nem véletlenül kötelező ez nekünk. Ez az egyik legnagyobb önismeret ez a tíz nap tényleg. Tehát csendben vagy, találkozol magaddal, beszélgetsz magaddal, és mindenképpen enélkül nem lett volna teljes, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ide vetett a sors, meg fogom köszönni annak az embernek, aki felhívott hogy ide kell, hogy jöjjünk. De hát az étkezésekről is nagyon érdekes, hogy én egy finnyás fajta vagyok, tehát én otthon minden nagyon szépen kipakolgatok a tányéromról, nem értem, hogy itt miért nem pakoláztam ki a gyökereket, meg a répákat, amiket otthon kipakolászok. Mindenképpen azon gondolkodom, hogy ezt hogy lehetne otthon is betolni a családomnak, hogy mostantól kezdve meg is szuk, meg kitöröljük, és nem mosogatok soha többet. Úgyhogy ilyen gondolataim vannak, hát aztán meglátjuk, hogy ezt hogy veszik. Én az én gyomrom is csak tökéletesen bevettem. Voltak gyötrelmes étkezések, tehát a legszörnyűbb nekem itt a, Tíz nap alatt a hátfájdámon kívül a nevetőgörcsök, azok borzalmasak, tehát amikor úgy kell enni, hogy azt érzem, hogy meg fogok halni, tehát meg fogok fulladni, mert olyan dolgok történnek, hogy, hogy nem bírom ki, és nem nevethetsz, és nem, nem csinálhatod. És hát ugyanez nyilván meditációban is, amit szerintem többen megkilottunk, amikor ugye volt egy nagy borulás ott a sorokban, és azt éreztem, hogy itt nem lehet, tehát nem lehet meditálni, hogy minden egyes alkalommal eszembe jutott, ahogy eldölt, ahogy... Hát szóval nagyon, nagyon nehéz tényleg. És hát fogtam be az óromat, haraptam a számat, hogy nem, nem nevetsz, nem nevetsz a kaja közben, de hát nyilván akkor történnek a legnagyobb dolgok, amikor tilos nevetni, és egyébként pedig botrányos módon nevetnél. Nagyon sok mindent tanultam. Én azt gondolom, hogy az életben mindenkinek van egy mondata, egy története, egy uh, szituációja, amit visz. Nekem van könyvem, amit én már megkaptam így a 43 év alatt, ami az enyém mindenképpen. Most kaptam hozzá egy történetet és egy mondatot mindenképpen. A mondata... Ami a következő tetoválásom lesz, ez biztos, hogy ne felejtsem el, egy nagyon egyszerű mondat, amit a múltkori darma beszéden hallottunk, ami a győztes tanítói mondat volt, hogy ez is elmúlik. Ó, engem ez nagyon megtalált ez a mondat, hogy ez is elmúlik. Ha rossz azért, ha jó azért, de hogy tényleg egy valami állandó, és ez a változás. És ezt így ebben a formában az iskolában nagyon sokat mondták, hogy egy valami állandó, az a változás, az úgy nem. Valahogy ez az ez is elmúlik, a mester szájából ez úgy nagyon betalált nekem. A másik egy történet volt, amit a könyvben olvastam, amit a mestertől kaptam, amit szeretnék is elmondani nektek. Lehet, hogy olvastátok már, akkor attól elnézést kérek, ha untatom, de nekem nagyon-nagyon tanító jellege volt. A nevet természetesen nem tudom, úgyhogy ezt nem fogom pontosan idézni. Igazából arról szól a történet, hogy elindul egy egyszerű ember, megkeresni a megvilágosodást, és hallott egy mesterről, aki nagyon messze lakik tőle, és elindult, hogy megkeresi azt a mestert mert csak őtőle fogja megkapni a megvalós, megvilágosodást. És ment, ment, nagyon-nagyon hosszú időn keresztül ment, gyalogolt, és a sivatagban ment, a sivatagon keresztül ment át, és egyik éjszaka már ásötétedett, de már a szomihalás szélén volt. És összerogyolt, és talált ott a keze tájékában talált egy csészeszerű valamit, amit megfogott, és még egy vízszerű valamit is talált, megmerítette azt a csészeszerű valamit, ivott, Óriási hálát adott Buthának, mindennek, minden szentségnek, akik csak létezik, hogy most megmentették az életét, és milyen csodálatos, hogy ő nem fog szomjan halni. És másnap reggel, mikor felébredt, akkor vette észre, hogy az a csészeszerű valami, ez igazából egy koponya, koponyának a teteje, ami véres hús volt tele a lé, amiből volt, az pedig egy pocsója, ami tele volt férgekkel és mindenféle bogarakkal, és nyilván abban a pillanatban ők és hányt, és teljesen kiborult, hogy úristen, ő, hogy hogy tudott ő ebből inni. És nekem ez volt nagyon nagy tanulság ez a történet, ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy mennyire a tudatunk befolyásol tényleg mindent, hogy a, ugyanazt a dolgot hálával élte meg este, amíg nem tudta, hogy tulajdonképpen miről beszél, mit, miből iszik és mit iszik. Úgyhogy ez az történet, amit mindenképpen haza fogok vinni, mert, mert nekem ez nagyon-nagyon mélyen megérintett, ez a sztori mindenképp. És kaptam egy nagyon sok tanítást, de az egyik legnagyobb tanítást talán az pedig a doghasszonyimtól kaptam, amikor is a csendre figyelmeztetett bennünket a körülbelül fél úton, hogy egy kicsit fellazult a fegyelem, és szeretné, hogyha továbbra is tartanánk a csendet. Mint mondtam, én azt éreztem, hogy ez egy ilyen búra nekem, és tényleg ilyen nagyon béke búra, ahol nem múlik az idő. Én nagyon régen éreztem ilyen nagyon békésnek magam. Én azt gondoltam, hogy nagyon jó családanya vagyok, nagyon jó feleség, de hogy eszembe se jutott a családom az elmúlt tíz napban. Ezt remélem, majd nem hallják. De, de tényleg nem. Tehát azt éreztem, hogy ez most az én időm, és nyilván van valami fontosabb, ami most én vagyok, ami fontosabb ő náluk. És ezt a búrát, ezt így is éltem meg. És, aztán hallottam olyan mondatokat, amik nem estek jól, és azt éreztem, hogy valaki orv lövész, lövi a búrámat, és kilövi, lukakat lő a búrámra, és azon be tud szivárogni valamiféle gáz, ami engem bánt, amit nem akarok, hogy jöjjön az a gáz, mert nem tetszik nekem az. És amikor a, a szunyim mondta, hogy tartsuk a csendet, mert mindenki folyamatban van, és lehet, hogy én megkaptam, amiért jöttem, de más ugyanattól folyamatban van, akkor vettem észre, vagy akkor tudatosodott bennem, hogy hú, én lehet, hogy ugyanilyen orvvvész voltam akkor, amikor megszólaltam időnként, néha-néha, a hagymapucolás közben. És hogy, és hogy lehet, hogy ugyanígy kilőttem másoknak a búráját, és ez nagyon-nagyon rossz érzéssel töltött el onnantól kezdve, hogy nagyon lelkismert fudalásom volt. Biztos vagyok benne, hogy én most ennyit bírtam, tehát ennél többet biztos, hogy nem bírtam volna csendben maradni, de abban is teljesen biztos vagyok, hogy nem az első elvonulásom volt, illetve hogy az első volt, de nem az utolsó elvonulásom volt és, és a többinél csendbe fogok lenni. Tehát, hogy megértettem ezt a fajta tanítást, amit az elején nem értettem, vagy nem akartam elfogadni, vagy nem foglalkoztam vele, hiszen tényleg úgy jöttem ide, mint egy pukkad béka. Úgyhogy mindenképpen csendben fogok lenni a legközelebbi alkalom, akkor ez teljesen biztos, vagy be. Inkább így fogalmazok. Úgyhogy a tanításokat nagyon köszönöm. A kohanokat nagyon köszönöm, nagyon sokat gondolkodom mindig rajta, hogy ezzel mit is kellene majd kezdenem, és, és alig várom a továbbiakat. Mindenképpen bajba vagyok azzal, hogy hogyan kell ezt most egyedül tovább otthon. Úgyhogy biztosan rengeteg e-mailt fogok írni. Biztos sok kérdésem lesz, mert Szegeden nincs szanga, ha nem csinálok egyet. Úgyhogy nem nagyon tudom még. Az biztos, hogy, hogy be fogom vezetni a meditációt, ezt is Dokkal mondta, hogy, hogy tartsak egy célt magamnak. Hogyha azt mondom, hogy heti háromat vállalok be, hogy háromszor ötven percet ülök, az legyen akkor onnantól kezdve törvény, és ne bújjak ki róla, de akkor üljem azt a heti háromat. Én tudom, hogy mit vállalok be. Eddig is meditálgattam, de azt gondolom, hogy amit eddig csináltam, az nem volt meditáció egyáltalán. Tehát erre megint csak most jöttem rá, amikor tényleg 80-at ültünk, minden porcikám érzi. De most tanultam meg meditálni, ez teljesen biztos. Tehát az, hogy mit jelent meditáció, mit jelent számomra a meditáció, az, az nekem most, most, jött meg. Úgyhogy ezt megint csak köszönöm, mert eddig szerintem én csak mozizgattam, vagy képzelektem, meg Ákost hallgattam közben, és mostantól ez nem így lesz. Úgyhogy hálásan köszönöm.